Márfi Gyula érsek 50 éves papi jubileumát ünnepelte a Veszprémi Szent Mihály Bazilikában június 19-én hétfőn este. Az ünnepi szentmisén részt vettek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a veszprémi, a szombathelyi, a kaposvári és az egri, valamint néhány más egyházmegyés papdiakónus, valamint rokonai, barátai és tisztelői is. A székesegyház befogadó képességének szűkössége miatt sok százan a Szent Háromság téren felállított kivetődtön keresztül kapcsolódhattak be az ünnepi szentmise ünneplésébe. A szentmise kezdetén Alberto Bottari de Castello nuncius, a szentszék követe köszöntötte a jubiláns főpásztort. A Szentatya levelét Takács István érseki kancellár olvasta fel. Ferenc pápa levele Márfi Gyula érseknek aranymiséjére. A veszprémi székesegyház, amely 1000 évvel ezelőtt Boldog Gizellának, Magyarország királynőjének és szent férjének, István királynak akaratából épült, majd sok száz évszázadon át számos örvendetes és magasztos eseménynek tanúja volt, hamarosan megtelik örömmel a te személyes jubileumodnak köszönhetően, tisztelendő testvérem, mivel pappá szentelésed 50. évfordulójához érkezel. Örömmel élünk az alkalommal, hogy neked imádságos jó kívánságainkat kifejezzük, továbbá hozzád és híveidhez csatlakozva hálát adjunk Istennek ajándékáért, amellyel bőséges kegyelme folytán, végtelen bölcsességében és megértésében elárasztott minket. Mert ő árasztott el téged ifjúságodtól fogva sokszoros adományaival. Te pedig az isteni mester kedves hívását felfogva beléptél a szemináriumba, és filozófiai és teológiai tanulmányaidat elvégezve 1967. június 18-án részesültél a papszentelésben. Ezután 11 éven át különböző állomáshelyeken teljesítetted szolgálatodat. Később a szombathelyi püspöki hivatalban voltál szertartó, bírósági jegyző, püspöki titkár és irodaigazgató. Kiváló lelki tulajdonságaid és papi feladataid dicséretes teljesítése miatt Szent Elődöm, II. János Pál pápa 1995. november 11-én püspöki méltóságra emelt. Amantiai címzetes püspökké és az egri főpásztor segédpüspökévé nevezett ki. Két évvel később pedig a veszprémi érsekség vezetését bízta rád, amelyet 20 éve kormányzol. Életede kivételes pillanatának örülve apostoli buzgósággal emelt fel hálatelt lelkedet Istenhez, és a zsoltárossal egyesülve ismételgesd az imádságot. Tedd vidámmá szolgád szívét, lelkemet, Uram, hozzád emelem, hiszen te elnéző és jóságos vagy. Uram, és csupa irgalom azokhoz, akik hozzád kiáltanak. Fogadd tehát, tisztelendő testvérem, őszinte szeretetünknek és jó indulatunknak ezt a dokumentumát, apostoli áldásunkkal együtt, amelyet, mint mennyei kegyelem zálogát adunk elsősorban neked, aztán a nyugdíjas érsek testvérnek, a papoknak, a diákónusoknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, és a teljes veszprémi közösségnek, amely saját pásztorának papi aranyjubileumát ünnepli örvendezve, miközben a ti imáitokat is kérjük, hogy főpásztori hivatalunk szolgálatát hűségesen teljesíthessük. Vatikánvárosban 2017. május 26-án pápaságunk 5. évében Ferenc pápa. A veszprémi főegyházmegye nevében Szerenka Miklós érseki helynök méltatta a főpásztort, és adta át az egyházmegye ajándékát, egy díszes monstranciát. Márfi Gyula érseket köszöntötte Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, majd Nagy Károly apát kanonok olvasta fel Áder János köztársasági elnök köszöntő levelét. A szentbeszédet Gyürki László pápai prelátus mondta. Hát többen bizonyára ugye megkérdeznék, hogyan kerültem ide. Hát megköszönöm érsek atyának, hogy részben már igazában bemutatott,
el kell mondanom, hogy körülbelül 60 évvel ezelőtt kerültem 4 évre a Szombathelyi Egyházmegye egyik legnehezebb plébániájára, az alamegyei pákára káplánnak. Az állami ember úgy parancsolta, tegyék egy olyan helyre, hogy pusztuljon el. Ugye ez nem történt, hála Isten meg. A hozzá tartozó 9 községből, aztán 5 iskolában, 18 hittanórán volt egész héten szombaton is. Temetésekkel együtt ez sokszor olyan 150 kilométeres gyaloglást jelentett hetente. Villany, autóbusz még nem volt, sok helyen még úgysem, sok helyre még úgysem vezetett. Ekkor még, hála Isten, minden községben volt iskola, és minden gyerek járt hittanra, öröm volt hitoktatni. Itt legszebb éveim az ott töltött 4 esztendő. Abban az időben a pákai plebánia egyik kis falujából, Pördeföldéről, Mezei úton, 1 órai gyaloglás után érkezett a szentmisére a Márfi család. Családapa és édesanya 2 fiúval. Ez a 2 fiú, Imre és Gyula, még minisztrált nekem. A szentmise után aztán a plébánián vidám, érdekes beszélgetés következett a családdal, majd indultak haza. Újabb 1 órás gyaloglás. Tehát minden szentmise az ő számukra 2 órás gyaloglást jelentett. Ebből a családból a testvérpárt szólította meg az Úr, ahogyan Pétert és Andrást, Jakabot és Jánost, vagy később a szlávok apostolait, a 2 testvért, Cirilt és Metódot. Kövessetek engem! Hogy mikor és hogyan történt ez a meghívás, ez az ő titkuk. Imre és Gyula örömmel válaszolt a hívásra, Uram, kész vagyok követni téged. A szentmise végén a fiatalok is köszöntötték a főpásztort, majd Steinbach József református püspök köszöntő beszéde hangzott el. Végül Hegyi László főtanácsos olvasta fel Balogh Zoltán miniszter levelét. Emellett szeretném megköszönni még a kedves testvéreknek is, visszagondolva szüleimre és családomra, bátyámra, ki sajnos 40 éves kora előtt már itt hagyott bennünket. És mindazoknak, akik a különböző állomásaiken segítettek. Köszönöm az egrieknek, például olyan szívesen fogadtak, pedig tényleg semmiből jöttem hozzájuk. De azt mondták, Róma locuta, causa finita. Róma így döntött, elfogadjuk, megtartjuk ezt a segédpüspököt. Ugyanígy voltak a veszprémiek is, és minden állomás helyen elfogadták a püspöknek az intézkedését, és a Szentatyának a rendelkezését. Veszprémben is mindenki szeretettel fogadott, és a mai napig köszönöm azt a ragaszkodást és szeretetet, amelyet tapasztalok. Külön is köszönöm munkatársaimnak a segítséget. Amikor néha órákon keresztül írom alá a papírokat, akkor érzékelem, hogy mennyi munka van mögötte, ha már az aláírás is sokszor majdnem, hogy megerőltető. Minden esetre Isten legyen mindenkinek a jutalmazója. Köszönöm itten a kormány és az állam képviselőinek a beszédeket és egyáltalán a jelenlétet. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Köszönöm a paptestvéreket, köszönöm a testvéregyházaknak a részvételét, Steinbach püspök úrnak a beszédét. Tudom, hogy a többi veszprémi egyházközségek lelkészei is itt vannak az Isten tiszteleten, őket is szeretettel köszöntöm. És azt tudom csak kívánni, hogy Isten legyen mindannyiunkkal, és valóban ezekben a nem könnyű időkben őrizzen meg bennünket az egységben és a szeretetben. Isten áld meg egyházunkat, áld meg Európát, áld meg magyar hazánkat, magyar egyházunkat és a mi egyházmegyénket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Amen.